110 vagon, azaz összesen 11 ezer mázsa alma van jelenleg ebben az apagyi hűtőházban. A gyümölcs nagy része kiválogatás után hazai élelmiszerláncokba kerül majd. Golden, Gála és Idared alma is van a tárolókban. Jelenleg kb. 50%-os a betakarítás, a tervek szerint október végére fejeződhetnek be a munkálatok. A kezdeti hideg időjárás az azért megriasztott bennünket. Voltak téli fagyok, volt egy kis tavaszi fagy is, tehát azt mondhatjuk, hogy a fagyás nagyságrende az változó, a 30, illetve 50%-os mértéket elérte. Volt egy-két kertben jégkárunk is, elsősorban nyilván ez a tagokat érintem ez alatt, de összességében úgy tűnik, hogy a szükséges mennyiség, ami a tárolókban be kell, hogy kerüljön, az rendelkezésre áll. Ezen túlmenően pedig a árak, úgy gondolom, hogy kárpótolják ebben az évben a termelőket, hisz az étkezési almának a kilónkénti ára, a felvásárlási ára, nettó árat mondok, az eléri a 100-130 forint közötti nagyságrendet. De idén a léalmának is viszonylag jó ára van, ez körülbelül nettó 50 forint kilogramonként, tette hozzá Kis István. Az előzetes becslések szerint a leadási szezon november elejével fejeződik majd be. Tavaly nagy mennyiségű lengyel importalma került be a hazai kereskedelembe, mert ott a különböző támogatások miatt nagyobb mennyiségben, olcsóbb áron tudták eladni a gyümölcsöt. Idén azonban Lengyelországban több volt a fagykár, így a termés mennyiségük alacsonyabb lesz. Ez bizonyítja, hogy például léalmáért már keresték a magyar piacot. Hazánkban az egyik probléma, hogy a régi ültetvények már nem képesek nyereségesen termelni. Azt lehet tapasztalni, hogy ugyebár az ültetvények azok idősödnek, igazából új telepítések nagymértékben nem történtek. Most megjelentek már a uniós pályázatok keretében a telepítési támogatások. Épp az elmúlt napokban, hetekben kapták meg a telepíteni szándékozók a pozitív elbírálásokat. Nekünk is vannak tagjaink, akik pozitív támogatásban részesültek, tehát bízunk benne, hogy új fajták intenzívebb körülmények között fognak elindulni a telepítések az elkövetkezendő 1-2 évben, de jelenleg inkább az volt a tapasztalató, hogy önerőből nem történtek ezek a telepítések. Idén mintegy 500-550 ezer tonna almát takaríthatnak be a gazdák hazánkban. Ezek közül akár 200 ezer tonna is lehet étkezési minőségű. A mezőgazdaság problémája, a munkaerőhiány az almabetakarításnál is jelentkezik. Erről korábban 35 perc című műsorunkban beszélt Rácz Imre, a NAK megyei szervezetének elnöke. Most könnyebb lenne, ha a megoldás születne erre a kézi munkaerői problémára, a közfoglalkoztatásra, akkor éppen ez az év az, amikor az embereket lehetne arra buzdítani, hogy telepítsenek, mert lámlám mégis megéri gyümölcstermesztéssel foglalkozni. Én úgy gondolom, hogy még mindig nem sikerült ilyen kereslet mellett sem meggyőzni a gazdálkodókat, hogy fog változni ez a közfoglalkoztatás, és rendelkezésre fognak állni a betakarításhoz szükséges kézi munkaerő. Tavaly a léalma nettó ára 17 forint, az étkezésé pedig 60-80 forint volt. A gazdálkodók ehhez képest idén több mint dupla annyiért értékesíthetik a gyümölcsöt.